Hello, szevasztok! Folytatjuk a Lara Croft Go című logikai puzzle játékot. Ugye az előző részben, hát mondhatni végeztünk az alapjátékkal, ugye az első 5 fejezetet megcsináltuk, 3, 4, 5, és van még két bónusz fejezet, ugye a tűz barlangja és a szellemek tükre című fejezetek. Úgyhogy ma megnézzük a tűz barlangját, és ugye sikerült feloldani a ketszóitot, ezt a ruhát, úgyhogy tírja is, hogy ezt ki is választottam, mert most ezt fogja viselni. Hát ugye az ötödik fejezet végén volt a stáblista, feltételezem, hogy amikor még kizárólag mobiltelefonon létezett a játék, hogy szerintem akkor ott úgy lehetett, hogy a játék eredetileg mobilon 5 fejezetet tartalmazott, de később gondolom jöttek ki fizetős DLC-k mobilra. És ezek a fizetős DLC-k később a PC verzióban alapból már benne vannak alapból, tehát ha valaki megveszi ezt a játékot, alapból benne van mind a 7 fejezet. Csak a stáblistát nem helyezték át, ugye. Na, oké, hát akkor. És igen, mint mondtam az előző videóban, ez a 2 fejezet számomra is teljesen új lesz. Ezeket még soha nem láttam, soha nem kezdtem nekik videón kívül se. Úgyhogy ezt most együtt fogjuk megnézni. Emiatt könnyen lehet, hogy a eddiginél is egy picit lassabban fogok haladni, mert ugye ezeket a fejezetek is szeretném 100%-ra teljesíteni. Tehát meg akarok szerezni minden gyűjthető dolgot. Egy új kaland! Na nézzük! Hú, mennyi pálya van itt! 3, 5, 7, 9... Ja, 11, igen, persze megnéztük. 11 lesz a világító cucc. Kötélen leereszkedünk. Na! Akkor lefelé, csak lefelé tudunk menni, hajrá! Hó, ez egy újfajta kígyó, az vajon mit tud? De teljesen máshogy néz ki, nem olyan piros, mint a ott van még egy. Oké. Okay. És ugye ne felejtsük el, hogy ez a pályán, ha jól emlékszem, 2 vagy 3 felszedhető tárgy van, már nem is emlékszem, hogy pontosan mennyi. De egyébként őt is le lehet végül is, igen. Na ne. Ja, hogy ezek felélednek. Egy, kettő, három. Négy. Négy lépés után feléled. Összerakja magát megint a kígyó. Hát ugye most itt le kell szednem, mert másképp nem jutok vissza. Azért is rakták ide ezt a... Egy, kettő, három, négy... Nem, öt! Egy, kettő, három... Öt lépésből éled föl. Deja vu, Steam Achievement. Jó. Oké. Okay. Ez érde... Ó, köszönöm szépen! A szent bogár egy darabja meg is van. Hát ez így nagyon érdekes lesz. Jó, azt az oszlopot hova kell
Mi van akkor, ha én az oszlopot ráhúzom? Nem lehet. De lehet. Várjál. Mi van, ha én ráhúzom? Vajon így is fel tud éledni? Nem! Így megakadályozom, hogy újra feléledjen. Zseniális. Nagyszerű. Nagyon jó. Hát akkor ennyi. Teljesen jó. Ó! Egy obszidián. Nagyszerű. Blablabla, ugye szentbogarat kell ebben a fejezetben kirakni. És az a nagy obszidiánt. Összes kígyó itt olyan, hogy mindegyik fel tud éledni. Azt a mindenségét. Viszont van fákja. Hogyha őt le tudom lökni oda a lyukba, akkor permanensen megszabadulhatok tőle, nem? Elméletileg. Az oszlop, ugye akkor úgy látom, hogy ezen a pályán az oszlopok arra fognak kelleni, hogy megakadályozzuk, hogy valamelyik így jó feléledjen. Na de melyiknél? Melyiket lenne érdemes blokkolni? Várjál, tehát arra föl lesz a kijárat, ugye? Ott van egy lándzsa, oké. Ácsi. Csak arra mehetek. Tehát a kígyót nem küldhetem rá arra a platformra, mert akkor nem jutok át. Vagyis azt a kígyót kell lándzsával leszedjem. Azt ott. De akkor nála... Azért nem jó, hát akkor az már meg fog ölni. Az not cool. Várjál. Egy, kettő, három. Négy. Ez baj! Hát ez baj. Akkor ezt nem így kell, hanem mondjuk ha arra mennék. Mert most hiába szedem le őt. Ez nekem nem fog segíteni. Mert ha erre mentem volna alapból... Most rámegy oda, és én most nem jutok tovább. Igen, ez a baj, ezt mondtam. Tehát mindenképp lándzsával arról a plat... De akkor meg őt ott hogy? Ide kell az oszlop! Ide kell az oszlop! Hát persze! Tehát, ez úgy fog menni, ezt ide... Ezt ide, ezt ide. Semmi gond, ez itt teljesen jó. Nincs semmi probléma. De lehet, hogy mégis van. Ez itt sem jó. Ez a kígyó itt nagyon útban van. Hűha! Az első pályán elakadok? Mi van itten? Mondtam, hogy most játszok először ezzel a fejezettel.
Ez itt rafinált, ez rafinált. Most arra én nem mehetek. Dehogy nem. Csak olyan lehetőségem viszont van, várjál, van egy ilyen lehetőségünk. Most elhasználtam a láncsát, és most nem tudom, őha, igen, ez viszont így nem jó. Hogyha őt ide letolom, bassza meg. Akarom mondani a kutyafáját. Mert fölveszem a izét, akkor ő mindenképp oda arra rámegy, és az nekem nem jó. Tehát azt a kígyót mindenképp láncsával kell leszedni. De akkor itt hogy jövök ide-vissza? Na hallod, hát ez a játék már most megtréfál. Jól van, nyugalom. Gondoljuk át, hogy mi van. Gondoljuk át. Tudod, hogy mit fogunk csinálni? Megpróbáljuk a másik kígyónál. Szerintem az lesz a tuti. Hülyeséget csináltam egyébként. Aha, hogy viszem oda az oszlopot? Houston, van egy kis problémánk. De nem biztos. Ha én azt csinálom, van még egy ötletem. Gyere! Gyere! Fölvesszük azt. Nem, 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 így, eddig jó. Szerintem ez lesz a nyerő taktika. És így. Így sem jó. Rontottam el! Pedig eddig jól működött. Ez sem... Ágot! Hát ez kemény fejezet lesz. Jó, az már biztos, hogy ezt a fejezetet egy videóban nem fog beleférni. Ez a fejezet, ez nem... Mondom, ahogy haladunk, haladunk. Hogy is csináltam? Az előbb ez így nem volt rossz egyébként. Szerintem az elejét jól csináltam. Még mindig azt mondom, hogy ez a rész itt jó volt. Ez itt működik. Ez így eddig működik.
Most jön a nagy kérdés, hogy innen hogyan tovább? Haha! Mert ha... Az a baj, amíg ott körbe megyek, addig ez megint feléled, az a köcsög ott. Az az oszlopot nem tudom oda tolni úgy, hogy én itt legyek. Tehát oda kéne toljam. Vagy nem. De. Mert oda semmiképp nem lehet ugye betolni oszlopot, ott az nem lehet. What the fuck? És ha először... Basszus, de hülye vagyok, hát ez az. Ennyi! Szevasz! Csak elrontottam! Jó van, oké, elrontottam. Csodálatos! Csak meg akartam nézni, hogy mi van itt len, hogy van-e itt valami, de most már mindegy, kezdhetem előről megint. Az, ott volt egy egyszer használatos platform, azt nem vettem észre. Ajaj! Remek! Mondom, ez a pálya nagyon megtréfál. Hihetetlen. De akkor ez így jó volt, igazából. Ez így működik, ez a taktika. Ez így működött akkor. Miért vagyok ennyire retardált most? Miért? Jézus Máriám. Na. Így. Így. Most lehet, így, igen. Hát megszenvedtem az első pályával. Láva mezők. Á, ezeket a tüskéket már ismerjük. Ott van egy timer is. Ujjaj. Aha. Oh.
azt az oszlopot ide kell hozzuk, hogy a tüskék ne öljenek meg. Igen. Ez szinte egészen biztos. Ha én most tovább húzom, akkor meghalok. Kettő, ha... Egy. Ez az. Elméletileg... Most jók vagyunk. Elméletileg. És remélem, hogy gyakorlatilag is. Aha. Aha. De itt vázát nem láttam egyébként. De! Ott van. Fönn. Na, csak hogy ki... Amint kimondtam, már meg is találtam. Ott egy sima kígyó, őt már ismerjük. Ó, van egy nagy golyó. Ott a pálya vége. Hűha. Ha én... Hopp! Obsidian. Ott megyek vissza, ugye? Van még egy oszlopunk is. Ajaj. Az oszlopot pedig... Várj, a követ az hogy indítom el? Mert szerintem a láncsa ehhez a kígyóhoz fog kelleni, de csak tippelek. De az is lehet, hogy a piroshoz. Aha. Inkább a piroshoz szerintem, mert ugye arra kell majd kimenni. És más lehetős... Mert a kőgolyóval kell kilapítani ezt itt. Ezt a kígyót. Na de hogy indítom el a golyót? Rajta áll a piros kígyó. Hát persze. Ez azt jelenti... Kettő. És az oszloppal mit tudunk tenni? Hát az oszlop az legfeljebb.
Értem. Az oszlopot erre a nyomógombra kell rárakni, hogy a golyó megálljon a szürke platformon, és akkor az a kettő akadályot eltűnik. Ezt értem, értem. Tehát ez ugye úgy fog kinézni. Most már úgysem tudom megcsinálni a pályát, de akkor... Aha. Most már... Igen. És ott kellett volna... Na jó. Jó. Várj egy kicsit, várjál, nem menj sehova, várjál. Haha, és már itt is vagyok. Zo, csak kellett tartsak pár perc szünetet. Zo, tehát ott tartottunk. Már megszokásban nyúlok a billentyűhöz, pedig ebben a játékban nem kell billentyűzetet használni, sőt nem is lehet konkrétan. Most új játékot kezdtem, ugye? Tehát, úgy fog menni. Őt itt leszedjük. Ezt az oszlopot ide húzzuk. Az fixen ott marad. Láncsát hát itt most az a... Nem, szerintem nincs gond. Várjál csak! Szerintem jók leszünk. Ha innen... Így, nézd csak! Aha. Csak föl fog éledni, ugye? Basszus, egyetlen lépésem múlik. Nem tudok visszamenni, mert a kígyó feléled. Hú, ez így. De az eleje az jó, az eleje szerintem az hibátlan. Igazából kettő láncsa lenne ide a legjobb. Mert az a baj, tehát hogyha én innen... Igen, ez itt a gond. Hogyha innen szedem le a piros kígyót, akkor itt nem tudok tovább menni, mert a kő kilapít. Akkor csak visszafele tudnék menni. Tehát annak meg semmi értelme. Mert ugye, ha én őt most leszedem, várjál csak. És mi van akkor? Állj! Ó! Megvan! Ez az! Nem véletlen van itt ez a kis platform. Ez az. Így. Egy. Erről van szó. De rafinált. Jó, hát felvehető cuccot nem láttam sehol. Remélem, hogy nem hagytam ott egyet se. Hőled, ez fires. Várj, gyorsan leellenőrzöm, hogy az első két pályán felszedtem-e mindent. Mert
Ugye most még frissek a megoldások. Igen, 2-2, nagyon jó. Itt pedig szintén 2 lesz. Oké. Jó. Aha, ez is ilyen más színű pók, akkor ez is fel fog éledni, ugye? Egészen biztos vagyok benne, hogy ő is akkor... Úristen. Undi! Jaj, de jó! Hát itt valószínűleg... Remek. Akartam mondani, hogy itt valószínűleg a pókot rá kell terelni erre a szürke platformra. Ó, és ott egy felvehető tudsz. A Szent Bogár egy darabja. Aha, igen. Jól gondoltam. Ajaj. Oké. Hát egyelőre ötletem sincs, hogy ezt hogyan kéne megcsinálni. Tehát ezt úgy kéne, valahogy azt kellene elérni, hogy a pók végig az egyik ilyen nyomógomban maradjon ott. De hát ezt itt nem lehet megtenni. Lehetetlen. Mert ugye... Aha. Hogy a pókot kellene nekem lelöknem? Vagy... De hát akkor én még nem jutok át? Mi van? Eddig oké? Ezt a feladványt én nem értem, tehát nekem ez teljesen lehetetlennek tűnik. Tehát, hogy nekem ugye ott kéne végig menjek, ráadásul úgy, hogy
ezeket a gombokat többször be kell nyomni. Ráadásul megfelelő időben. Tehát itt tényleg csak az lenne az egyetlen megoldás, hogy valaminek folyamatosan a nyomógombon kéne állni. Tehát mondjuk a póknak, de hát őt nem tudom egy helyben tartani, sehogy. Ez a platformmal én mit csináljak? Eddig eljutok, mert fel tudom szedni a láncsa, de ennyi, de tovább már nem jutok. És ha pedig bárhol leszedem a pókot, ledobom a pókot, leláncsázom, akkor sem jutok tovább, mert valaminek le kell nyomnia valamelyik nyomógombot. Várjál! Mi van akkor? Basszus, jó! Jó! Ezt úgy kell csinálni. A pókot úgy kell megölni. Először meg kell ölni a pisztollyal, akkor, amikor egy ilyen nyomógombom van. Akkor ott át tudok menni oda. És utána másodszor le kell láncsázni, szintén úgy, hogy egy nyomógombom van, ugye? Nem biztos. Várjál, tegyük föl, mondjuk, ha itt tudok állni, amikor arra rálép. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát elméletileg... Igen, ezt az új mechanikát mi ugye még nekem is szoknom kell. Tehát, ha én őt most leszedem... Aha, az lenyomva marad. 1, 2, 3, 4, 5. Basszus, ennyi. Jó, igen, nem kalkulál... Ó, nézd, mi van itt. Nem kalkuláltam bele, hogy lenyomva marad, hogy ő is fel tud éledni, és addig lenyomva marad a kapcsoló, de akkor így akkor világos, oké. Mondom, új játékelem még nekem is, úgyhogy még tanulnom kell. Feltételezem, itt hasonló lesz a téma. A kérdés az... Igen? Aha. Hát az érdekes lesz. Úgy kell csinálni. Ojaj. Ojaj.
mivel ott vannak a tüskék, akkor szabad rálépjek arra a platformra, amikor a pók ott van. Azon a részen, le a fejem mögött éppen. Arra nem szabad rámenjek, ugye? Basszus, és ez csak egy egységnyi ez a platform, most meg le fog jönni. Nem tudom oda átvinni, he! Látod? Nem jön ki a lépés. Hát, hogy így. Egy, kettő, három. Itt sem jön ki a lépés. Három, négy. Nem. Egyszerűen nem jön ki a lépés. Hé? Kettő, három, négy, öt. Most sem jön ki a lépés, hát ez beszarok. Kettő. De miért? Valahogy a pókot erre a platformra rá kéne. Na de hogy? Lehet, hogy le kell lőni és... Úgy fog kijönni a lépés. Lehetséges. 1, 2, 3, 4, 5. Ne már, így sem. De miért? Hát ez, én megint nem értem. Ezek rohadt nehezek, ezek a pályák. Ez az új játékelem, ez iszonyatosan megbonyolítja az egészet. Sehogy nem jön ki a lépés. Vagy erre nem szabad rámenjek. Tehát mivel ugye ott a kijárt, ezért a pókot mindenképp ide kell valahogy csalni. Tehát ugye ide kell hozni ezzel a platformmal, én azt értem, de a kar rossz helyen van. Egyszerűen nem jön ki a lépés, az a baj. Hogyha megölöm, akkor sem jön ki a lépés. Hát az a baj, azonnal megfordul. Ha itt nem fordulna meg, ez a baj. Nem értem. Megint nem jön ki a lépés, ez beszarok komolyan. Ez hogy kell megcsinálni? Oké, hogy most ráment volna, de akkor meg nem lett volna lépésem odavinni a platformot. Ez semmiképp nem jó. Tehát úgy lenne jó a lépés, hogy akkor megy rá, amikor én oda megyek a karhoz.
És akkor tudnám oda elvinni, de hát ez így szar. Látod? Ez így nem jó. Ötletem, fingom sincs, hogy itt mi van. Ezt nem tudom, hogy kéne megcsinálni. Az a baj, hogy olyan szinten teljesen tanástalan vagyok, olyan szinten nem látom át azt a puzzle-t, hogy úgy semennyire. Tehát, hogy ötletem sincs. Fogalmam sincs, mert egyszerűen nem jön ki sehogy a lépés. Hogyha ez is kettő platformos lenne, hogy az előző pályán ez a szürke, akkor nem lenne gond. Ez a puzzlehoz én ennyire hülye lennék. Hát úgy tűnik. Ez egyszerűen rohadt nehéz. Nyilván aki tudja a megoldást, aki rájött, annak nem nehéz, persze, tudom én. És megfordul. Hiszem el. Itt kéne leszednem? Vagy hogy? Látod? Megint nem jó. Ezt mondom. Egyszerűen... Ez egy nem... Így már megfordul, igen. Jó, tudjátok mit? Én most csalni fogok, jó? Nem akarom tovább húzni az időt, mert én úgyse fogok rájönni. Nem tudom. Fogalmam sincs itt, mire gondolt a költő, úgyhogy én most segítséget fogok kérni a játéktól. Most az egyszer, most először. Ehhez a puzzlehoz én hülye vagyok, én megmondom őszintén, ezt én nem értem. Nem tudom. Akárhol lövöm le a pókot, egyszer nem jön ki a lépés. Rohadtul nem jön ki a lépés. Rosszkor megy rá a platformra. Ez az izé rossz helyen van. Úgyhogy... azt fogom csinálni, hogy újra kezdem. De tényleg nem akarok itt egy órát ezzel elszórakozni, mert... nektek is unalmas, meg... Jó, akkor kérek segítséget, jó? Bocs, de... Egyszerűen ez a puzzle nekem nagyon nem fekszik, rohadtul nem. Először szedjem fel a lándzsát, és ez nekem miért jó? Most kíváncsi vagyok. Legalábbis most látjátok élesben, hogy milyen a segítség, ha kértek a játéktól segítséget. Menjek oda. Menjek oda. Húzzam meg a kart. Menjek oda, menjek oda, menjek oda, menjek oda. Menjek oda. Faszom. Igen. Erre rohadtul nem gondoltam. Hát igen. Nem volt az nehéz, csak... Hát a puzzle feladványok ilyenek, hogy az ember agya nem rögtön áll rá, ugye? Basszus! Jó, hát ez, igen, ez sajnos akkor, ezt most csak segítséggel tudtam megcsinálni. Az ördög vigyel. Hát a puzzle játékok ilyenek, hogyha az ember agya úgy... Ha pár perc alatt nem látod át az egészet, nem jössz rá megoldást, akkor hiába agyalsz rajta órákon keresztül, nem fogod észrevenni.
úgyhogy azért nem is akartam tovább húzni az időt. Ez az új feature, hogy olyan 4-5 vagy 5-6 lépés után felélednek, ez nekem rohadtul nem tetszik. Ez annyira túlbonyolítja az egészet. Ez így már iszonyatosan bonyolult. És így lehet, hogy az összes többi maradék pálya segítségen fogom megcsinálni. Megtörténhet, na. Ez már nekem kezd egy kicsi sok lenni. Az egy sima pók, oké. Okay. És egyre nehezebb és nehezebb lesz az egész. Az a durva. Ez itt len, ez itt miért van ez itt len? Ez sem tetszik nekem. Azt a pókot megint le kell láncsázni, az egész biztos, az alsót. Az tuti. Mert amíg az meghal, addig át tudunk ott majd menni. De hát azt a két akadályt el kell tüntetni. Már tudom, hogy miért van az... ezért ott. Igen, igen, ezért. Jézus szentséges Szűz Máriám. Nem, már nem tudom. Az átkozott piros pók. Azt nem hiszem el. Aj, most miatt nem tudom visszatolni az átkozott oszlopot. Látom, ez a fejezet nekem fizikai fájdalmat fog okozni. Arra mert nem mehetek rá, mert akkor kilapít az átkozott kőgolyó. Ich hasse alles. És a piros pókot hogy veszem rá, mert ők nem forgolódnak ám. Akkor hogy veszem rá, hogy arra menjen? Miért nem raktak ide egy összekötő vonalat? Meg miért raktak ide egy kőgolyót? A szemétség. Ezek a rohadt nehezek, ezek a feladványok. Ez mocsok nehéz. Most ugyanazt tudom csinálni, mint az előbb, de hát azzal mit érek el? Ezzel mit érek el? Most egyelőre halvány a fingom sincs, hogy mit csinálok. Fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Valamit csinálok. De nem tudom, hogy mit. És fogalmam sincs, hogy van-e bármi értelme annak, amit csinálok. De hogyha oda húzom...
akkor itt meg nem tudok felmenni, hát ez az. Onnan meg... Tehát... Ezt meg nem tudom oda tolni. Hát ez egyszerűen csodálatos, csodálatos. Pedig arra gondoltam, hogy azt az oszlopot oda, és akkor azt rá tudnám oda tolni. Erre rá. De ezt nem tudom oda vinni. Sehogy. Jelenleg nem nagyon tudom. Hát ez meg fönn meg megenne. Hát ez remek, remek, remek. Az a baj, hogy ott nem lehet oda felmászni. Na mondjuk az sem segítene sokat. És mi van, ha én ezt itt letalom? És hogy hozom el a... Szenvedek! Hát ez... Ez veszettő nehéz. Ezeket a feladványokat én már egyszerűen nem látom át. Egyszerűen ez... Ehhez én kevés vagyok, szerintem. Itt már olyan mértékben túl van bonyolítva, hogy ez... Na várjál, megpróbálom azt. Csak hogy ne kelljen nektek itt órákon át szintén szenvedni. Még gondolkozom ezen egy kicsit, és ha rájöttem a megoldásra, akkor majd ott bekapcsolódtok, jó? Legalább nektek ne kelljen itt feleslegesen várakozni. Na, akkor mindjárt jövök vissza, nem menj sehova. Na, rájöttem. És segítség nélkül. Tehát, igen, pár percig azért próbálgattam jó párszor, hogy mi lehet itt a megoldás. Az a lényeg, hogy a felső piros pókot az oszlopok segítségével át kell vinni arra a folyosóra ott, hogy ő lépjen rá a piros nyomógombra. Az addig is világos volt, hogy nekem arra nem szabad rálépnem, csak az nem volt világos, hogy viszem át a piros pókot. Na hát, ezt most itt videón kívüli próbálgattam, aztán rájöttem a turpisságra. Szerencsére tényleg nem nehéz. Csak mindig a lépésekre kell figyelni. Ugye mindig egy vonalban mozognak a pókok, és ez itt a lényeg. Így. Így. Ezt arrébb visszük. Jó, most egy picit itt táncikálunk. Megvárjuk még a piros pók, ez az. Így.
Látod, nincs bekapcsolva a segítség, és nem is kapcsoltam be egyébként. Na, ennyi. Úgyhogy ez is megvan oldva. És akkor itt már csak úgy... Nem. Egy, szavasz. Egy. Hát ez nehéz szülés volt, elismerem. Ez úgy nehéz szülés volt. Szerintem innen még csak nehezebb lesz az összes. Na hát az a pókot már látjuk is, hogy ő nem tud mozogni. Ott a pálya vége, ott a bal alsó sarokban. Tehát, megint csak a pókot kell ide hozni. Sőt, na várjál csak, ezek mit csinálnak? Aha. Nem is biztos, hogy a pókot kell. Egyáltalán nem biztos, hogy a pókot kell. Ó, nézd! Aha. Oké. Okay. Ez így érdekes lesz. Az oszloppal a kérdés az, itt már csak az a kérdés, az oszlopot kell a piros nyomógombra vinni, tolni, húzni, vagy a pókot kell oda küldeni. Ez az, ami nekem még nem világos. Mert ha az oszlopot kell, tegyük fel, hogy az oszlopot. Az oszlopot hogy tudnám odavinni? Hát itt... Itt semmiképp, oda akkor az ott leesne. Hogyha oda most eltolom. Hüha. Hát addig jó, hogy az oszlopot meg tudom szerezni, az úgy tök jó.
ez nem... De most ő ezzel nem tud feléledni, ugye? Egy, kettő, három. De most amint ezt letolom innen, azonnal feléled? Köszönöm szépen! Ajajaj! Hát az oszlopot mindenképp el kell onnan tüntetni, különben a pók nem tud feléledni, tehát... Mert pedig a golyóhoz, a kőgolyóhoz mindenképp szükség van valamelyikre. Ez egész biztos, hogy itt jól csináltam, mert más lehetőség itt konkrétan nincs. Mi van akkor? Jó, akkor próbálkozzunk. Aha, most is meghalok. Ez a terv sem jó. Hihetetlen. Jó, akkor szerintem ugyanazt fogom csinálni. Mint az előbb. Videón kívül én még itt próbálgatom a dolgokat, hogy mit, hol, hogyan, merre. De az is lehetséges egyébként, hogy végig rosszul csinálom. Vagy nem innen kell... De másrészt nem tud lejönni. Aha, tehát nem csinálhatom rosszul. Az megint csak lehetetlen. Egy. Kettő. Három. Négy. Lehet, hogy most tovább jutottunk egy picit. Aha, csak most ott a probléma. Yeah. Most ő tovább fogott menni, igen. Ez itt a... Nincs baj, mert le fog esni a lyukba. Várjál csak, ezt megpróbáljuk. Lehet, hogy ez így nem is olyan hülyeség. Szevasz! Hülye gyerek. Arra nem tudom to... Óóó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 
Nehogy már mindenképp. Én azt hittem, hogy ide is el lehet tolni az oszlopot.
Ide, de nem lehet, igen, a kar miatt most már értem, de hát ezt eddig nem tudtam. Igen, a kar miatt nem engedi ide tolni az oszlopot. Istenkém, ez azt jelenti, hogy mindenképp a pókot kell valahogy idehozni, ide. Akkor viszont az oszlopot ott kellett volna, igen. Jó, már tudom. Már tudom. Az oszlopot a másik pöttyön kellett volna hagyni, akkor ott időben megfordul, nem esik le a lyukba. Mármint a pók nem esik le a lyukba. Tehát. Szevasz. Oda toljuk. Visszajövünk. Ezt arrébb toljuk. Ezt ide húzzuk. Azt oda toljuk. És így jó is lesz. Ezt ide húzzuk. Egy. Kettő. Vagy nem. Futk. Ez így mégsem túl jó. Igen, az a baj, hogy itt megfordul. Megint nem jó a lépésszám. Most kéne meghúzni ezt a platformot, hogy az arrébb menjen, hogy erre menjen rá, és akkor nem lenne gond. De hát ez hogy... Láncsám meg nincs. Ez a rész lesz a nehezebb, hogy hogy hozom ide a pókot. Ha én ott oké, hogy ott meg tudom ölni azon a helyen, de utána 5 lépésem van, míg megint feléled. 5 lépés alatt nem érek ide vissza. Az úgy esélytelen. Nem is tudok oda bemenni, ugye? Esélytelen. Igen, ez itt a baj. Ez itt a baj. Hogyha pont úgy lenne a lépés, hogy most arra nézne, hogy most ezen az izén lenne, akkor meg tudnám ölni, és akkor megvan oldva a probléma. Itt valami sokkal-sokkal cselesebb lesz az egész. Mi van akkor? Mi van akkor?
tegyük fel, hogy valahogy azt az oszlopot be tudnám lökni oda a lyukba, akkor egyel több mozgástere le... Nem, akkor kettővel lenne több mozgástere. Na de hogy lököm be az oszlopot oda a lyukba? Ugye, hogy ugye? Nem jó. Hát most itt elakadtam megint, úgyhogy akkor most videón kívül megint nekiállok próbálgatni, próbálkozni, hogy itt innen most mi a túró van. Meg átgondolom még egyszer az egészet, mert az is lehet, hogy az egyszer használatos platformokon múlt az egész, hogy... De azt sem értem, hogy az hogy lehetne másképpen, máshogy nem tud ide lejönni a pók, és máshogy nem tud lejönni az oszlop se a helyéről, tehát azt már mindenképp a póknak kell. Na, meg kell próbálgatni, és akkor mindjárt találkozunk megint, nem esem hova. Na, hát körülbelül max 5 perc próbálgatás után rá is jöttem a megoldásra. Tehát, az elejét teljesen jól csináltam. Az itt úgy fog menni, hogy... hogy is volt? Igen. Igen, ugye itt tartottunk. És akkor... Kell egy olyat csinálni, hogy így. Nem. Hanem, figyelj. Most ezt áttoljuk. Azt oda betoljuk. Ezt vissza. Ezt át. Így, így, ezt vissza. És szavasz. Bekaphatja. Ja, úgyhogy igazából csak ennyi volt a trükk az egészben. Na, ötös pálya, akkor ezt még megcsináljuk, jó? Az ötös pályát még ötös pályát még megpróbálom megcsinálni. Itt meg a szalamander, úha. Arra nem mehetek, jaj de jó. Ez a gomb, ez fogja mozgatni. A kék. Tegyük föl, hogy ez így nekünk jó. Aha. Aha, hát ez instant fail. Tehát ez így már is bukta. Csodálatos. Ezek a pályákon nagyon sokat kell majd időzzek szerintem. Jó, tegyük föl, a láncsetegebb
tegyük fel, hogy ez első lépés, ez nem rossz. Tegyük fel, hogy ezzel még meg lehet csinálni a pályát. Hogy így szerzem meg a láncsát. Most csak feltételezem, hogy ez így még oké. Okay. Ó, basszus. Gyere csak! Jó. A fehér kapcsolón kell lelándzsázni a szalamandert. Amikor a fehér kapcsolón van. Illetve nem feltétlen le... Nem feltétlen... Csak le kellett volna lőnem, ugye? Várjál! Most itt nem jutok tovább, tehát mindenképp restartot kell nyomni. Csak le kellett volna puffantanom. Szerintem. Ha jól láttam a dolgot. Mert ő ugye ide fog jönni, és erre fog nézni a kék fele. Akkor én innen le tudom őt puffantani. Igen, itt rontottam el az előbb. Így lesz a jó. Gyere csak! Gyere! Így, így. Viszont itt le kell láncsázni mindenképp. Hogy ezt... Csak így, igen, hogy az ott legyen. Gyere! Így, így, így. És így. Igen. Nézd csak! Így. Egy. Így. 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 Hogyha Lara is ott áll, akkor sem tud feléledni. Ez az. Így megy ez. Jó. Hű! Siker, siker. A következő pálya rész. Ajajajajajaj. Tehát. Kettő lándzsa van. A piros kígyót biztos le kell lándzsázni, mert az fogja legurítani a követ. Jó, és ez itt mit csinál? Aha, aha. Szevasz.
Haha, obszidián! Ott volt jobb szélen. Most kéne... Próbáljuk meg, most mit veszítünk vele? Semmit, ugye? Aha, hoppá, hoppá, hoppá. Ez így nem teljesen... Ja, értem. Ez így nem jó. A golyó itt most tovább fog gurulni, viszont annak nem szabad tovább gurulnia. Vagyis... Valahogy... Azt kell elérjük, hogy az oszlopot... Értem. Igen, az oszlopot ide kell majd helyezni. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a szalamandert a fehér nyomógombon kell megölni. A kígyót azt nyilván majd valahol le kell láncsázni. De azt hogy? Várj, ez nem, ez semmiképp nem. Lehet, a kígyó a piros nyomógombon van, tehát az... De őt mindenképp meg kell ölni, tehát a golyó mindenképp lejön. Akkor hogy... Hadd próbáljak meg valamit! Gyere! Ez így nem jó. Aha, ez, igen, ez így gond, ez így gond. Sejtem. Sejtem. Van egy elméletem. Mondjuk abból szokott lenni több, csak általában a többségük azok. Többségűen nem sok értelme szokott lenni. Tehát, azt találtam ki. Gyere csak, te kötösög! Azt találtam ki. Várjál csak. Ha én. Elméletileg. Így. Várjál! Rip. Egy, kettő, három, négy, öt. Aha. Hát én most letalom az oszlopot, akkor megint... Jaj, nem már! Most nem fog tudni feléledni. Márpedig szükségem van a szalamanderre a továbbjutáshoz.
mert neki rá kéne menni a kék gombra, látod? Csak úgy tudok kijutni. Vagyis azt az oszlopot, azt nem szabad rá... Igen, most ez itt igen. Lehet, hogy még meg tudom menteni a helyzetet. Na, várj csak. Lehet, hogy a helyzet még menthető. Nem, így már nem. Így már nem. Hát basszus. Rip. Tehát azt kell elérni, hogy az oszlopot a fehér nyomógombra kell helyezni úgy, hogy a szalamander ne álljon ott, amikor leesik. Tehát érted, az oszlopot az oda, de úgy, hogy a szalamander ne legyen éppen ott. Azt a cirkusz. És azt úgy hogy? Mert ez itt eddig oké. Ez itt eddig jó, érted? Ez itt eddig működik. Pont az a baj, hogy errefele néz. Mert ha errefele nézne, erre, akkor el tudnám csalni, érted? Vagy... Várjál csak. Mi van akkor, ha én ezt... Elejét már rosszul csinálom, vagy mi? Lehet, hogy... De nem, máshogy még nem jutok át. Csak akkor... Na, ja csak. Szerintem az elejét rontottam el. Mert... Aha! Na várj csak! Így lesz a nyerő. Így, nézd csak! Nem. Jó, új terv. Semmi gond. Valahogy meg fogom oldani. Még hozzá. Gyere csak. Így. Így. Most a jó. Úgy. Szevasz. Nem figyeltem a körre, aj, de hülye vagyok. Zseni vagyok. 200 IQ. De ez így jó lesz egyébként, csak a körre kellett volna jobban figyeljek. Tehát... Jujj. Azt jelenti...
Aha. Nem a szalamanderre kell lökni ezt az oszlopot, hanem ide le. De akkor meg ott nem jutok vissza. Mi van? De hogyha rá lököm, az sem jó. Hé? Ja, de amíg rajta állok, addig nem tud feléledni. Vagyis... Na, még egyszer. Ez ilyen try and error metódus. Most ki kell szabadítani a szalamandrát. Most szabadítsam ki. Jók leszünk, na most, ez az. Most a tuti. Ez az. Na gyere te szarházi. Hüha. Hát nem egészen így gondoltam. De akkor most... De akkor hogy viszem oda az oszlopot? Tehát a szalamandert ki kell szabadítani. Mi van? Nem már. Eleje az egész biztos, hogy jó. Az tudja, hogy jól csinálom. Ez kizárt, hogy nem. Mert én azt mondom. Itt nincs semmi más esély, máshogy itt nem lehet tovább menni, mint hogy ezt az oszlopot mindenképp a szalamandrára kell rárakni, mert ha ide lököm le... Tehát... Mindenképp rá kell, igen. A kérdés az, hogy... Hogy innen hogyan tovább? Igen, ez itt a baj.
Lehet, hogy már az elejét rosszul... Nem tudom. Nem értem. Tegyük fel, hogy az oszlopot nem a szalamandrára lököm, hanem ide. Ez esetben ide tudnám húzni az oszlopot, és fel tudnám venni a lándzsát. És nekem pont az a cél, ugye? Ugye nekem pont az a célom. Na akkor, most azt csináljuk, hogy erre. Így, így, így. Igen. Aha. Hát ez... Várjál csak! Ha én ezt megölöm, ötötötre, ott utánam jön. Elvileg! Na gyere! Így, így! Ott maradsz! Láttam, hogy sokkal komplexebbek ezek a pályák. Ah, tujúj. Hűha. Aj, ne, ez egy timer. Ojaj. Ojaj. Sok egyszer használatos platform, nem tetszik. Köszönöm szépen. Legalább a bogarat építjük tovább. Feltételezem, hogy ilyesmit kell itt csinálni, nem tudom. És az a kapcsolóhoz, hogy megyek oda? Tehát az még úgy... Hát ez tök jó!
Mi van? Az a kapcsoló oldja fel azt a blokkádot. Az világos. De hogy jutok el ahhoz a kapcsolóhoz? Mert fogalmam sincs. Az nekem nem segít, hogy ezeket itt így beizélem. Szerintem a szalamandert kell ide... Basszus, tényleg. Aha. Tudod, hogy mi lesz itt? Ezt úgy kell kiszámolni, hogy a timer lépéseit össze kell hangolni úgy, hogy az oszlop, tehát ide kell csalni a szalamandát, az le fog pottyanni oda, ahol most az oszlop van, és utána rögtön ennek le kell lökni az oszlopot rá a szalamanderre. Szerintem. De aztán nem biztos. Mert az az egyetlen esély, csak akkor ott meg hogy jutok tovább? Tehát akkor az oszlop meg blokkolni fogja az utamat. Na, várjál, ugyanúgy videón kívül most így próbálgatom a lehetőségeket, és ha megvan, akkor majd ti ott bekapcsolódtok, nem menj sehova. Na, hát igazából... Megtaláltam a megoldást, valahogy videón kívül sokkal, sokkal gyorsabban rájövök. Nem tudom, hogy miért van ez. Annyi a lényeg, hogy csalogassuk el a szalamandert erre. Így, ő le fog esni. Így van, látod? Ő szépen lefekszik. Fontos, hogy ő arra fele néz. Ezt mindjárt érteni fogjátok, hogy ez miért fontos. Timert beaktiváljuk. Egy időzítőt. Ezt ide húzzuk. Így. Így. Teljesen jó. Azt a sárga kapcsolót elforgatjuk, hogy az a blokkád eltűnjön. Miért fontos, hogy arrafele néz a szalamander? Ugye le kell tolni róla az oszlopot, és ha utána erre mész, akkor lere ugyanitt fog állni, és a szalamander feléled, és megeszi. Úgyhogy... emiatt az a fontos, hogy erre menjünk, kettő egységet. Így, látod? Ha ott maradok, akkor megett volna. Úgyhogy most már csak annyi az egész. Kap még egy pofont. Enny. Enny. Így né. És most megint utánunk fog jönni, de ez teljesen jó. Így. Zó, ennyi. És akkor szerintem innen fogjuk folytatni a következő részben, mert így is, ajajaj. Megint már 110. percben vagyunk. Úgyhogy... megnézzük, hogy... 3, 2... Jó! Jó, eddig az összeset felvettem. Oké. Okay. 6, 7, 8, 9, 10... 11, aha, jó. Na, innen fogjuk majd folytatni a következő részben. Lehet, hogy akkor innen úgy fogjuk csinálni, hogy ha ilyen 5 max 10 perc alatt nem jövök rá videóban a megoldásban, akkor nem húzom az időt, és akkor videón kívül megkeresem a megoldást. És így akkor nektek is talán egy picit kevésbé lesz unalmas, és nem lesz fölöslegesen hosszú az egész. De ha minden esetre tetszett, akkor nyomj egy lájkot, és innen folytatjuk. Ne szavaztok!